Szeretettel üdvözlünk mindenkit a ma esti Kubex webináriumon, ahol itt van velünk Csendes Dávid, az Alerant Zrt. Cloud Native Java fejlesztője, már nem első alkalommal. Szia Dávid, köszi, hogy elfogadtad a meghívásunkat ismételten. A mai webináriumunknak a célja bemutatni a gyakorlatban a DevOps-nak a használatát és a működését is valamilyen szinten. Ehhez Dávid egy nagyon rövid elméleti gyors talpalót fog adni egy rövid prezin keresztül, és ezután pedig egy élő demózásos session fog következni, az ezt követő 30 percben nagyságrendileg, illetve ezután pedig azok számára, akik szeretnének megismerkedni ezzel a módszertannal, azok számára készítettünk Dáviddal közösen egy 8 hetes mentorált képzést, és ezt fogjuk a webinárium legvégén ismertetni azok számára, akik szeretnék ezt magabiztosan elsajátítani. Még mielőtt átadnám a szót, és belevágnánk a prezibe, már is jött egy kérdés. Megkérnék mindenkit, hogy dobjon már be egy kommentet, hogy van-e kép és hang, illetve megfelelő-e a kép és a hang, és még néhány közérdekű infót szeretnék elmondani, hogy a webinárium visszanézhető lesz, ezt már valaki kérdezte is, úgyhogy ha esetleg nem tudtok velünk maradni, akkor iratkozzatok fel a Kubex YouTube csatornájára, és ott vissza tudjátok nézni a teljes beszélgetést, illetve a demózást is, illetve hogyha van kérdés, akkor nyugodtan dobjátok be a beszélgetés, a demózás, vagy akár a végén a képzés ismertető alatt, és minden kérdésen igyekszünk végigmenni. Nagyon köszi, sziasztok, hogy megerősítettetek, hogy jó a kép és a hang. Úgyhogy, mivel szűkös az idő, én akkor át is adnám a szót Dávidnak, elvileg most kellene egy prezit látnotok, és akkor én majd a demózás végén jövök, és akkor végigfutunk a képzésen. Jó szórakozást mindenkinek! Na, tehát sziasztok! A képzés és maga itt a demo is arról fog szólni, hogy a DevOps hogyan néz ki a gyakorlatban, kicsit a Kubernetes-re fókuszálva. Hát kezdjük el egy kis elméleti frissítővel, hogyha esetleg valaki még nem találkozott volna ezekkel a fogalmakkal. Mi is az, hogy DevOps? Most nagyon röviden, ugye erről egyébként van külön egy ilyen elméleti képzésünk is, ami pár hetes, úgyhogy ez tényleg csak itt a nagyon alap megfogalmazása ezeknek. A DevOps egy IT módszertan, aminek az elsőleges célja az, hogy a fejlesztést és az üzemeltetést, mint két szervezeti, mondhatjuk részleget, minél jobban megpróbálja összekapcsolni, annak érdekében, hogy az IT folyamatok felgyorsuljanak. Teszi ezt úgy, hogy a visszacsatolást fogja felerősíteni ekközött a két, nevezhetjük akár siló között is, a fejlesztésnek, alkalmazás fejlesztésnek minél korai szakaszában már. A DevOps általában kéz a kézben fog járni, elég sok mindennel, de az egyik fő komponense az az automatizálás, és itt látjátok is, hogy szeretik a DevOps-ot ilyen ciklikusan, egy végtelen jellel ábrázolni, és ezek általában szakaszokra vannak bontva. Minden ilyen DevOps szakaszban elképzelhető akárhogy, akármilyen automatizálás, amivel föl lehet gyorsítani, lehet fejleszteni a folyamatainkat. Ugye a legtipikusabb az az, hogy az alkalmazás elkészül kódszinten, és akkor belőle a bináris fordítása, összecsomagolása az valamilyen automatizmus segítségével fog végbe menni, hozzákötve automatikusan tesztfuttatásokkal, kódelemzéssel, stb. Így jutunk el a Continuous Integrationhez, vagy CI-hoz, és ugye, hogyha a kitelepítést is automatizáljuk, akkor a CD-hez, vagy Continuous Deploymenthez. És hát mivel a DevOps az a sebességet próbálja nekünk javítani, igazán akkor tud ez hatékony lenni, hogyha az alkalmazások is aprócskák, minél kisebbek, tehát ezért általában a DevOps igazán microservice architektúrán tud hatékony lenni. De persze nem kell abban lenni az alkalmazásnak. És hát, hogy miért jó a DevOps? Az agilitás az egy külön dolog, az agilis módszertanok, de jelenleg, hogyha valamilyen agilis módszertanban történik fejlesztés, akkor azért az esetek többségében érdemes DevOps-ot használni mellette, hiszen az agilitás is arra megy rá, hogy minél gyorsabban tudjunk általában változtatásokat bevinni a rendszerbe, és hát a DevOps, mivel segít nekünk a folyamatok gyorsításában, ezért praktikus bevonni egy ilyen agilis fejlesztésbe. CI/CD-vel bármikor el tudjuk érni azt, hogy egy stabil, kiadható verziója legyen az alkalmazásunknak, hamar tudjunk hibajavításokat kiadni technikailag, és hát arra rájönni, hogy mit kell javítani, és hogyan lehet megcsinálni, itt pedig a visszacsatolások révén tudunk nagy előnyt szerezni. Például kiemelem, hogy a monitoring az egy olyan elem, ami nem biztos, hogy mindenkinek eszébe jut, de az is nagyon jól automatizálható, lehet riasztásokat készíteni, automatikus beavatkozásokat csinálni. És a DevOps mellett a képzés nagyon erősen foglalkozik a felhővel. Itt is számtalan féle fajta definíciót lehet találni. Az egyik legtömörebb, szerintem, ami egész pontos, az az, hogy egy szolgáltatónak számítógépes kapacitását, vagy szolgáltatásainak az igénybevételét jelenti számítógépes felhő, computing cloud-nak a használata. És itt a szolgáltatás tényleg, amit csak el tudunk képzelni, lehet az, hogy én egy virtuális gépet bérlek gyakorlatilag, kérek egy virtuális gépet a felhőből, ez ugye a legklasszikusabb eset, de ezt lehet ugye olyan magas szintű folyamatokig vinni, hogy például Office-t kapunk, mint egy szoftvert, szoftver ez a service szolgáltatásként, ami a felhőben fut félig, valamilyen mesterséges intelligencia szolgáltatást kapunk készen, vagy pedig valamilyen, ugye később például beszélünk a Kubernetesről, akár egy Kubernetes platformot, és a többi, amit csak el tudunk képzelni felhőből szolgáltatásként kb. Már le lehet húzni. És még fontos megjegyezni, hogy általában publikus felhőre gondolunk, de azért nem csak külső szolgáltatóról lehet szó felhő alatt, a belső erőforrásokat is ki lehet ilyen módon alakítani. Akkor beszélhetünk privát felhőről. És hát a felhő és a DevOps ismét kéz a kézben jár. A DevOps szereti a gyorsaságot, hogy segítsen nekünk gyorsnak lenni, de a mögötte lévő technológiai, technikai hátteret igazán felhővel lehet támogatni. Új erőforrásokat ugye felhőből lehet a leghamarabb lekapni, új környezeteket létrehozni már meglévőek alapján, szintén a felhőben lehet a leggyorsabban felhúzni, így például teszem azt egy end-to-end tesztet egy kiadás során, nagyon gyorsan föl lehet húzni, és le lehet ellenőrizni, hogy tényleg minden okése. És hát felhőben tudunk kérni például egy előre elkészített Kubernetes platformot, és ezáltal a fejlesztés minél előbb elindulhat az adott platformon, nem kell hozzá feltétlenül mély előzetes infrastrukturális tudás. És így jutunk el a Cloud Native alkalmazásokig, amik olyan alkalmazások, amik a felhőben való futtatásra lettek eleve tervezve, és igazából nem is baj, hogyha nem feltétlenül arra lett tervezve, utólag is bele lehet kalapálni ezeket, de a lényeg, hogy kihasználja a felhőnek az előnyeit és az eszközeit. Mivel felhővel, ugye a DevOps az elég szoros vele, a DevOps módszertan most már szinte de facto, hogy itt a Cloud Native alkalmazások azok DevOps módszertan mentén kerüljenek lefejlesztésre, emellett erős automatizálás van körülöttük általában, és a felhő az egy abszolút elosztott architektúra, így maguk az alkalmazások is, itt ezek a Cloud Native alkalmazások ugye úgy tudják kihasználni a felhő képességét, hogyha ők is erősen elosztott architektúrán alapszanak, így ismét csak a microservice architektúrához fogunk kiukadni. De ismét csak nem muszáj egyébként microservice-nek lenni egy Cloud Native alkalmazásnak. És hogyha valaki rákeres arra, hogy DevOps eszközök, akkor nagyon sok mindent fog találni. Ez itt egyébként egy pár éves ábra ráadásul, tehát nem is túl aktuális, meg nem túl friss. És nyilván eléggé ki tud kerekedni a szeme valakinek, hogy ezt meglátja, hogy is akkor most engem ettől tartsanak távol, ez nagyon ijesztő nekem. Pláne, hogyha egyébként nem feltétlenül ebbe az irányba mozog valaki, hanem mondjuk csak fejleszteni akar, de belecsöppen abba, hogy hoppá, DevOps van itt körülöttem, akkor most mit kell csinálni. Tehát egy fejlesztő számára mit jelent az, hogy itt most bekerül ez a DevOps, bekerül a felhő itt az ő kis alkalmazás fejlesztésének a környékére. Nyilván, amit közvetlenül látni fog, hogy nagyon sok új eszközzel fog találkozni. És hát persze benne van a félelem, hogy oké, akkor most ezt mind megtanulni, az egy rémálom lesz. A valóság az, hogy nyilván nem kell ezeket mind megtanulni, pláne nem A-tól Z-ig. Jellemzően, és egyébként a képzés is erre megy rá, ezeket inkább használni kell tudni, és szerencsére általában valamilyen szinten intuitív a használatuk. És ha már használjuk őket, viszont nagyon jó használni őket, nagyon sokat tudnak segíteni nekünk, például hibakeresésben. Most itt majd a monitoringról például a demo egyik része szólni fog. Az alkalmazások írása az kicsit megváltozhat vajon, de a valóságban, hogyha valaki már modern keretrendszerrel dolgozik, vagy modernebb nyelvvel, akkor valószínűleg nem túl nehéz alkalmazkodni itt Cloud Native körülményekhez, vagy követelményekhez. Ezek mind támogatják ezeket. Hogyha microservice-ben mozgunk, akkor általában már valami ilyennel dolgozunk, de természetesen, hogyha valami legacy-b jellegű alkalmazásunk van, már több éves kódról van szó, ami monolitikusan fut, valami nagy alkalmazás szerveren, ott azért elismerem, hogy ott tudnak kihívások lenni. És hát maga a módszertan pedig, hát már megint egy módszertan, amihez alkalmazkodni kell, de ez is azért van, hogy segítsen minket. Az automatizálásnál jó eséllyel nekünk nem lesz sok dolgunk, vagy azt valaki más megcsinálja nekünk, vagy egyszerű dolgot csináltunk, amit mi is megtudunk, és hát ez is azért van, hogy az agilitást azt hatékonyan tudjuk egyébként megcsinálni. A demo során egy ilyen nagyon miniatűr, pici architektúrám lesz. Van egy PostgreSQL adatbázis, van egy fantáziadúsan DB alkalmazásnak nevezett kis microservice-em és egy API alkalmazásnak becézett microservice-em. A fő use case, a felhasználó be fog dobni egy REST üzenetet az API-nak, az API az fog küldeni egy REST kérést a DB-nek, hogy tárolja el ezt az üzenetet, ez ugye letárolja a Postgre-ban, illetve az API szintén kiad egy REST kérést, hogy a korábbi üzeneteket ad már vissza nekem, Postgre-ból kiszedi a DB alkalmazás, visszaadja, és akkor a user számára ezt meg fogja jeleníteni. No, és akkor nézzük is ezt a kis demót. Esetleg Bálint, nem tudom, érkezett a kérdés eddig. Nem, egyelőre nem. Jó, köszi. Oké. Jó, a demo első részében arról lesz szó, azt fogom megmutatni, hogy hogyan tudunk eljutni onnan, hogy a fejlesztő a kis gépén motoszkál, nyomkod, egészen odáig, hogy kint a felhőben fog futni az alkalmazása. Egy klasszikus alkalmazás futtatási módszer, vagy hát a legklasszikusabb, ugye, és a fejlesztő is ezt fogja csinálni a saját gépén, elindítja a megfelelő nyelvvel, keretrendszerrel, eszközzel az alkalmazást. Ez ugye történhet egy komplexebb scripttel, de lehet, hogy elég csak egy kis parancs. Én esetemben, itt most Spring Boot-os példa alkalmazások vannak, amik Java-ban vannak írva, tehát Java-val el fogom indítani ezt az egészet. PostgreSQL itt már fut a háttérben nekem, és nézzünk is egy ilyen indító, nagyon egyszerű scriptet. Oké, tehát Java, egy összecsomagolt jar file-t kell majd elindítani, beállítom, hogy milyen portokon figyeljem, és beállítom a kis adatbázis elérhetőséget, semmi extra. Oké, ez elindul a háttérben, addig az API alkalmazást is megnézzük, hogy hogy indul el, de igazából abszolút hasonló, csak itt adatbázis konfiguráció helyett a DB alkalmazásnak van megadva az elérhetősége. Oké, elindultak, és akkor nézzük is meg. Itt most Hoppscotchot fogok használni az alkalmazások eléréséhez. Nézzük is meg. Jó. Mind a két alkalmazást megszólítom. Először a DB alkalmazásban megnézzük, hogy a korábban lekért, vagy beütött üzeneteket lekérjük. Friss az adatbázis, üres eredményem van. Úgyhogy vigyünk be egy példát. Hello webinár. Beküldjük. Létrejött, ez látszik. Hogyha most lekérem a korábbi üzeneteket, akkor ezt meg is jeleníti. Nagyon jó. Nézzük meg az API alkalmazásban, hogyha beküldök egy üzenetet, akkor ugye vissza kell adja ezt az üzenetet, meg a korábban beütött Hello webinárt, meg itt szórakozásból összead két számot, és tök jó, ez is rendben működik. Tehát lokálisan láttuk, hogy az alkalmazás hogy indítható el, ez mindenkinek ismerős, hogy így könnyen el lehet indítani, vagy akár jellemzően a fejlesztés közben általában egyébként maga a fejlesztő környezettel indítjuk el, de a háttérben persze valami ilyesmit fog nekünk csinálni, és láttuk, hogy hogy működik is az alkalmazás. Jó. Na, menjünk tovább. közelítsük meg a felhőt. Oké. No, a következő szint az az lesz, hogy oké, egy nagy vállalatnál vagyunk, és mi nagy vállalat szeretünk lépést tartani a fejlődéssel, ami azt jelenti, hogy kezdetben mondjuk minden alkalmazásunk Java-ban íródott, de egy idő után rájövünk, hogy vannak olyan problémák, amiket lehet jobb más nyelven megírni. És most csak backendről beszélek, nyilván frontendre Java-t ne használjunk. És oda jutunk, hogy oké, akkor mondjuk kezdjük el .NET alkalmazásokat is fejleszteni, mert van, amit abban jobb megcsinálni. Aztán rájövünk, hogy oké, a Node.js is nagyon menő, aztán rájövünk, hogy a Go is menő, a Rust is menő, és akármi, még nagyon-nagyon sok nyelv, keretrendszer, eszköz menő lehet. Na most a fejlesztő csapat, nyilván valószínűleg különböző fejlesztő csapatok lesznek, a fejlesztő lusta is nem feltétlenül szeret mindig különböző nyelveken fejleszteni, van, aki ilyen több nyelvű, de azért ez kicsit ritka, legalábbis, hogy folyamatosan váltogassa. Na de az üzemeltetés, na őnekik viszont biztos, hogy ki fog hullani a hajuk, hogyha egyszer csak azt kapják meg feladatnak, hogy akkor egyszerű üzemeltessetek Java alkalmazást, .NET alkalmazást, Node.js, Go-t, Rust-ot, PHP-t, és még ki tudja, hogy mit. Ugye az ő feladatuk az, hogy biztosítsák, hogy ezek az alkalmazások folyamatosan futnak, hogyha valami gebasz van, akkor elindítsák, újraindítsák, leállítsák, figyeljék ezeket. Hát egy üzemeltető számára ennyiféle fajta dologot ismerni eléggé nehézkes, és elég hamar el lehet üldözni az ilyen szakembereket, ilyen hát kicsit merész hozzáállással. De az informatika igazából arról szól, ősidők óta, hogy van valami bonyolult problémánk, és arra ráteszünk egy interfészt, hogy mostantól kezdve nem látjuk, elszigeteljük magunkat ettől. És igazából itt is van egy hasonló megoldás, ezt pedig konténerizációnak hívják. A konténerizáció a virtualizációnak egy formája, hasonló, mint egy virtuális gép, de könnyű súlyúbb, nem egy teljes virtuális gépet fog nekünk virtualizálni, tehát könnyebb, gyorsabban indul, de kapunk egy saját fájlrendszert, amiben én azt fogok tárolni, azt teszek bele, amit csak akarok. Tehát például lehet egy konténerem, ami ugye Java alkalmazást fut, valamelyik Java alkalmazást futtatja, sőt, abban már benne van az előre csomagolt, lefordított Java állomány, hozzá a függőségei, stb. Tehát nekem csak azt kell tudnom, hogy kell elindítanom a konténert, hogy kell leállítanom, hogy kell újraindítanom a konténert, hogy kell lekérdeznem a konténer állapotát. És ugyanezt meg tudjuk csinálni .NET-es alkalmazással, Go-s, Node.js-es, amilyen alkalmazást csak szeretnék, és már is egyszerűbb az üzemeltetés élete. Egy másik példa a konténerek hatalmas előnyére, például a fejlesztők számára se olyan kényelmes az, hogy ugye főleg microservice esetén fordulhat ez elő, hogy mondjuk egy csapat Java-ban fejleszt egy másik valamilyen másik nyelvben, és kommunikálniuk kell egymással. És a saját gépemen én szeretném elindítani az ő szolgáltatásukat is, az ő alkalmazásukat, hogy lokálisan ugye tudjak tesztelni. Hát de nem szeretnék felrakni .NET-et, Go-t, akármi mást, most a gépemre csak azért, hogy elindítsam az ő kis alkalmazásukat, és akkor így itt nagyon praktikus az, hogy én csak egy konténert indítok el, az fönt lesz a gépemen, de ezzel letudom az összes ilyen dependencia problémámat. És hát egy ilyen problémát egyébként én is elhárítottam itt, ugyanis egyébként maga a PostgreSQL is itt a gépemen, az csak konténerként fut, lusta voltam felrakni egy teljes Postgre instance-ot a gépemre. Oké. No, és hát egyébként hasonló lesz az elindítás. Itt is tudunk ugye kis scripteket gyártani, hogy hogyan induljon el. Itt jelen esetben de facto fejlesztéskor Dockert használunk, aki óckodik tőle és open source-abb irányt szereti, ő Podment fog használni. Elindítjuk a konténert, ilyen-olyan névem, bekötjük egy ilyen konténeres hálózatba, szeretnék tudni parancsokat kiadni neki, hogyha végzett, akkor távolítsa el a konténert, publikálom az egyik portját, környezeti változókat fölveszek, ugye itt az adatbázist konfigurálom így, és hát elindítom a már korábban előre lefordított konténer image-emet. Ő elindul, és hát az API alkalmazás nagyon hasonló lesz. Ismét csak a környezeti változó lesz más, illetve nyilván a portszámot átírtam, hogy ne ütközzön a két alkalmazás. Elindult. Ő is elindult. Nagyon jó. És akkor nézzük meg, ismét csak konténerizáció, kérjük le a korábbi üzeneteket. Hát mivel eddig is konténerbe futott a Postgre, ezért nincs semmi meglepetés, ugyanazt az háttéradatbázist használom, tehát a korábbi üzenetek megmaradtak, be tudok küldeni ismét csak valamilyen üzenetet nyersen, le tudom kérni, tökéletes, és akkor az API alkalmazásnak szintén beköszönök, most dockeresen, és akkor látom a korábbi üzeneteket így. Oké, na most láttuk, hogy pláne itt fejlesztéskor azért az, hogy itt most elindítgassak annyi konténert, és ezeket fölkonfiguráljam, nem lehetetlen feladat, ugye itt is megoldottam. Persze össze lehetne fogni egy scriptbe, hogy a 3 konténer egyszerre induljon, stb. Lehetne szépíteni a dolgokon. De mi lenne akkor, hogyha ezt azért kicsit leegyszerűsítenénk? Például én nekem fejlesztéskor, sőt, a fejlesztő csapat, ugye dolgozunk egy projekten, valamilyen kódbázison, és hát a dependencia mindenkinek ugyanaz lesz. Nyilván föltölthetünk valamilyen scriptet, ami elindít minden konténert megfelelően, de mi lenne, hogyha lenne egy darab leíró, és hozzá egy eszköz, ami ezt automatikusan elindítja az összes konténert, csinál hozzá háttérfeladatokat. Például itt most én átugrottam azt, hogy a háttérben, vagy hát még korábban kellett egy Docker networköt létrehoznom az egészhez, hogy egybekössem a konténereket kézzel. Ezt valaki intéz el helyettünk, és hát nem mindenki szereti ezt a parancsoros világot, valami kicsit könnyebb, közérthetőbb leíróval hadd írjassam már le, hogy nézzen ki egy ilyen környezet. Gyakorlatilag egy környezetet egyben le szeretnék írni. És így jutunk el a Docker Compose-hoz, amivel össze lehet fogni konténereket automatikusan. Itt ilyen esetben én leírom, hogy 3 szervizem van, 3 konténerem, a PostgreSQL-em, ez is fölkonfigurálva, a DB alkalmazásom, milyen image-e van, milyen környezeti változói, az API alkalmazásom, milyen image-ből táplálkozik, ennek milyen publikált portja legyen. Jelen esetben egyébként a DB alkalmazást már nem is publikálom. Ugye gyakran előfordul microservice-eknél, hogy vannak csak belső szervizek, vannak csak külső, hogy vannak olyan szervizek, amik a külvilággal is kommunikálnak. Jelen esetben ezt a DB, ez egy teljesen belső szolgáltatásnak minősül. És hát az API alkalmazást is konfigurálom. És itt például nem kellett a networköt beállítanom automatikusan, hát logikus, hogy egyszerre akarom elindítani a konténereket, ezek egymással kommunikálni akarnak, legyen mögöttük egy network, ezt elintézi nekem a Docker Compose. Oké, jó, minden áll, akkor elvileg elindítható. Illetve még a Compose-ba itt szépsége ennek, hogy a log üzeneteket, a naplókat, azokat összefésüli, amit kiköpnek az alkalmazások, úgyhogy így egész szépen lehet látni, hogy mi hogyan megy végbe. Tehát akkor szólítsuk meg ismét az alkalmazást, ezúttal from Compose-zal. Most is működik, és például most a naplókat végignézhetjük, hogy mi is történt a háttérben. Például, ugye az API alkalmazás kapta meg a kérést közvetlenül, ez itt látszik, kapott egy kérést, ilyen üzenettel, meg ezzel a 2 számmal, nagyon bonyolult matematikai műveletet végrehajtotta, és akkor mondja, hogy létre kell hozni egy üzenetet, de hát ezt egy API-n kell, a DB alkalmazás API-ján, felületén kell ezt végrehajtani, úgyhogy a DB alkalmazás megkapja ezt a kérést, létrehozza az üzenetet, oké, ACK-zza, hogy tényleg létrehozta, ezután az API alkalmazás lekéri a korábbi üzeneteket, DB alkalmazás megkapta, lekérdezi, és visszaadja a választ, aztán az API alkalmazás is visszaadja a választ. Ennyi. És ezt tök szépen lehet itt látni a Compose-zal. Oké. No. A Docker, ez a konténerizált világ már eléggé közel visz minket a felhőhöz, de azért vannak olyan dolgok, amik pláne korábban, de azért még most is kicsit komplikáltan oldhatók meg, korábban pedig egyáltalán nem volt mondjuk a Dockernek a része. Például, ugye felhőben vagyunk, a felhőben szeretném azt, hogy hát nem csak egy gépen fogok én futtatni konténereket, hanem 1, 2, 3, 4, nagyon sok gépen, nagyon sok nódon, amik ugye clusterbe össze lesznek fogva. És hát én nem akarok azzal bíbelődni, hogy én csak annyit akarok, induljon el a konténer, hogy hol, az engem nem nagyon érdekel, esetleg kikötéseket megtehetek, meg erőforrás igényeket támaszthatok, de egyébként valahova indíts el, ütemezze be. Ez egy feladat, össze kell hangolni a konténereknek a futtatását. Vagy egy másik feladat, ellenőrizni, hogy a konténer fut-e, éle. Nyilván a processz lehet nézni, hogy fut-e, a konténerben lévő processz, de mondjuk lehet, hogy amúgy fut, de válaszolni képtelen, akkor tök feleslegesen fut, a reset mindent megold, indítsuk újra. És a többi. Nagyon sok ilyen igény, feladat fogalmazható meg, és így kanyarodunk el a konténer orkesztrációhoz, és a leggyakoribb konténer orkesztrációs eszköz ez a Kubernetes. Itt a gépemen most fut egy minimális, leegyszerűsített egynódos Kubernetes cluster, és erre én most ki fogom telepíteni ezt a kis példaalkalmazást, plusz az adatbázist. Kezdjük is el szép sorban, itt is most van egy kis scriptem, de igazából a Kubernetes-szel jellemzően erőforrás leírókkal kommunikálunk, lekérjük tőle, hogy mi az állapot, szintén így YAML formában általában, és föltesszük amúgy, hogy mit várunk el YAML formában. Itt például most az adatbázisnál egy tartós tárhelyet kértem, egy service-t, a service az itt jelen esetben egy hálózati objektum, amin keresztül elérhetőek majd a konténerek, illetve egy deploymentet, ami egy alkalmazást reprezentál, ami mögött akárhány konténer állhat, ami ugyanazt a cél szolgálja ki, ugye ezt az alkalmazásnak a futtatását. Oké, indítsuk el a DB-t is. Itt ismét ugye egy belső szolgáltatást indítok el, illetve az alkalmazást kitelepítem, és az API alkalmazást is elindítjuk, ez nem az. Itt még annyi extra van, hogy egy ingress-t is kitelepítek, egy olyan házati objektumot, ami a külvilág felől is tud kéréseket fogadni. Oké, és egyébként példaképpen belenézhetünk az egyik ilyen leíróba, hogy mi van benne. Ezeket ugye nyilván meg kell ismerni, hogy mi hogyan működik, de nagyon röviden itt látszik, hogy megadjuk a nevét ennek a kitelepítésnek, adhatunk hozzá metaadatokat, ami alapján tudunk szűrni. Beállítottam, hogy most csak egy példányban induljon el az alkalmazás. Definiálom, hogy milyen konténerek legyenek ebben. Valóságban Kubernetesen több konténer egybefogyható, és úgy nevezzük ezeket podoknak, de általában egy konténeres podokkal dolgozunk. És akkor itt beállítottam a környezeti változóként hova szóljon be, image-et, hogyan kérdezze le, hogy fut-e még az alkalmazás, és a többi, és a többi. Lehet erőforráskorlátokat beállítani, milyen portokon figyel. Na, nézzük meg, hogy egyébként minden oké-e. kubectl, ez a CLI parancsori eszköz, amivel a Kubernetes clusterrel lehet kommunikálni, és én most lekérdeztem a futó podokat, a futó konténereket, és látszik, hogy tényleg minden tök jó, fut, ready állapotban van az API is, a DB is, és a Postgre is, és itt most hálózati mágiával meg van oldva, hogy itt én fogok tudni ezzel tök jól kommunikálni, úgyhogy szóljunk be a Kubernetesnek, hello, és tényleg hello, ugye ez most már el van válaszolva a Dockertől, úgyhogy itt most az adatbázis üresről indult, azért vesztek el a korábbi üzenetek, de természetesen ugye a korábbiak azért megmaradnak, hogyha beküldök újabb és újabb üzeneteket, nincs csalás és ámítás. Oké, a Kubernetes nagyon sok mindenre praktikus, de ugye általában itt most alkalmazásfejlesztői szemszögből az a cél, hogy az alkalmazásainkat futtassuk itt a clusteren, ilyen felhő környezetben. Felhőben egyébként ugye nagyon sokféle ilyen-olyan platform megoldásokat tudunk találni, mindegy, hogy miről van szó. De általában a háttérben, még ha nem is mondják ki, vagy nem fedik föl előttünk, általában egy Kubernetes fog futni, csak elfedik előlünk, mert nem feltétlenül van szükség arra, hogy mindent ilyen részletességgel nekünk be kelljen állítani. Lehet, hogy valami sokkal egyszerűbb megoldás is elég nekünk. De egyébként a legnépszerűbb felhőszolgáltatóknál Azure, AWS, Google Cloud, mindegyiknél lehet saját kis Kubernetes clustert kérni és elkezdeni vele játszani. Oké, na ezeket most leszedjük. És még egy szint van, hasonlóan, mint az előbb a konténer futtatás, a Docker és Docker Compose, Itt is van egy olyan szint, hogy ugye most itt nagyon sok YAML fájlt futtattam be én gyakorlatilag kézzel egyesével, de hát ezeket azért szeretném összefogni, hiszen az én alkalmazásom az igazából ezek mindegyikéből áll, tehát egy kitelepítés az igazából ezekből áll. Itt a példa kicsit torzít, mert igazából általában alkalmazásonként szeretünk egy kitelepítést végezni. Itt most nálam csak egy marha nagy kitelepítés lesz. Apropó, egyébként nem indítottam el, vagy nem léptem be ide, de ez kelleni fog. GitHub-on egyébként fönt vannak a kódok, majd a végén, hogyha tudjuk, akkor megosztjuk veletek. Tehát egy nagy kitelepítés lesz, ami kitelepíti az API-t, a DB-t és a Postgre-t, de a valóságban ezért ez szebben szét lenne választva, hogy egy Postgre kitelepítő, egy API kitelepítő, egy DB kitelepítő külön-külön. Kicsit finomabban lehessen rendszabályozni az egészet. No, és többféle módszer van arra, hogy hogyan lehet összefogni így leírókat, sőt, nem csak összefogni leírókat, hanem kicsit okoskodni velük. Két fő, vagy hát jó, mondhatjuk háromnak, de most két közvetlen Kubernetes-re épülő megoldásról lehet általában beszélni. Az egyik ez a Customize, a másik pedig a Helm. Mind a kettő arra szolgál, hogy erőforrás leírókat fogjunk össze, és velük és magával az eszközzel ezeket egyszerre telepíthessük ki egy egységként. A Customize abban erős, hogy nagyon szépen tudja szétválasztani a különböző környezetek igényeit, tehát egy leíró csomaggal én egyszerre tudok kitelepíteni fejlesztői környezetre, tesztelői környezetre, éles környezetre és a többi. Az arra gyúr rá. A Helm pedig inkább arra gyúr rá, és Helmet fogunk egyébként használni. A Helm inkább arra gyúr rá, hogy vannak előre elkészített csomagjaink, ami csomagok, azok paraméterezhetőek. Ezek a csomagok inkább csak sablonok, hogyan kell a leíróknak kinézniük, de magukat, a leírókat egyébként majd föl fogjuk paraméterezni. Például egy tipikus felhasználási eset lehet, hogy van egy olyan Helm csomagja a vállalatnak, ami alkalmas Spring Boot-os alkalmazások futtatására. És ebben előre definiálva van, hogy ez ezen és ezen a porton figyel állapértelmezetten. Ezen és ezen a porton lehet általában management funkciókat elérni. Ezen és ezen a porton lehet általában health checket végrehajtani, ellenőrizni, hogy fut az alkalmazás, még így és így lehet konfigurálni, stb. És ezt minden olyan projekt, ami Spring Boot-ot szeretne futtatni Kubernetes-en, le tudja emelni a polcról, és nekik csak annyi a feladatuk, nem kell itt a YAML-öket böngészgetniük, összerakniuk, figyelni, tabulálásra szenvedni, nem kell semmit csinálni, egyszerűen csak megfelelően föl kell paraméterezni ezeket a csomagokat. Jelen esetben ugye, mint mondtam, itt most egy nagy csomag van, de egy ilyen leíró, ami fölparaméterezi, jelen esetben például így néz ki, ezeket values YAML fájloknak nevezhetjük. Például én itt most definiáltam, hogy a PostgreSQL az egyébként szintén egy publikus, ezeket a csomagokat Helmnél Helm chartoknak nevezzük, egy publikus Helm chart repozitoriból lehúztam egy PostgreSQL kitelepítő chartot, és itt például én fölparaméterezem. Nekem nem kellett itt YAML-öket fogalmazgatnom meg, nem csalás, nem ámítás, itt vannak a sablonjaim, itt egy PostgreSQL-es sincs. Ezt megfelelően felparamétereztem, az API alkalmazást szintén megfelelően felparaméterezem, hogy lehet elérni például a DB alkalmazást, stb. DB alkalmazást, és a többi, és a többi. És akkor egyébként maguk a YAML-ök, azok a szokásos Kubernetes leírók, annyi extrával, hogy mivel úgy szükség van sablonosításra, vannak bennük ilyen placeholderek gyakorlatilag, tehát például az API-nak a leíróját nézzük meg, ilyen általában több kapcsolós zárójelet fogunk látni, ezek a Go Templating Language-nek a helykitöltői, annak a segítségével lehet mindenféle okosságot megfogalmazni, például itt van az, hogy egy környezeti változóba beállítom, hogy hogy lehet elérni a DB alkalmazást, és a többi. Jó, most ennek a részleteiben nem kell feltétlenül belemenni. Oké, hogy egy kicsit látványosabb legyen, itt is ezt most kitelepíthetném kézzel. Nem túl bonyolult, az eddigi sok-sok YAML kitelepítő parancs, amit egyébként meg sem mutattam, hogy mennyi van kiadva, de egyébként mindegyik sor mögött ott egy ilyen volt. Tehát például egy csomó ilyen kubectl apply-os parancs volt, mindegyik ilyen leírót egyesével ki kellett telepíteni. Itt pedig most ez az egész össze van fogva, egy ilyen Helm upgrade install-lá. Van benne egy nagyon minimális verziókezelés is, azért van itt upgrade és install elkülönítve. Hogy egy kicsit látványosabb legyen, reméljük működni fog, GitHubban fönn van a kód, és GitHub Actions segítségével össze van lőve, hogy erre a kis clusterre gyakorlatilag Continuous Deployment jelleggel, hogyha én azt mondom neki, akkor telepítse már ki ezt az egészet nekem. Ez most itt el fog indulni. A háttérben úgy van megoldva egyébként, hogy most itt a gépemen fut egy GitHub Actions agent, ez tartja a kapcsolatot a GitHub-bal, és ahogy elindítom ezt a jobot, észreveszi a kis agentöm, hogy feladat van, végrehajtja a gépemen. Oké, pipa, akkor minden jó lesz valószínűleg. Nyomon tudjuk követni az állapotát ezeknek a kitelepítéseknek. Ajaj. Csak nem demo átkot kapok. Jaj, nem adtam meg a névteret, buta vagyok. Na, nincs demoátok, minden fut rendesen, és akkor be is tudunk küldeni kéréseket ennek. Hoppscotch-sal. Ismét most másik adatbázis van, le lett gyakorlatilag reszetelve, úgyhogy ezért most csak ezt az újat fogjuk látni. A Helmből bement a kérés, és ugye ezt tudjuk még fokozni, ameddig csak szeretnénk. Tehát ez a fajta kitelepítés is tök jól működött. Oké, az élő demónak ez volt az első része, most jön a második rész, ahol ugye most ez a kis alkalmazás, amit fut a clusterben, de az üzemeltetésnek ugye feladata az, hogy nyomon kövesse, hogy ez az alkalmazás, ez mit is csinál, hogy működik, milyen állapota van, és erre vannak különböző eszközök, observability-nek szokás nevezni ezeket a, vagy hát ezt a témakört, és az egyik leggyakoribb megjelenítő eszköze az observability-nek ez a Grafana. Maga a Grafana egyébként tényleg csak megjelenítő eszköz, össze tud fogni különböző feladatokra alkalmas eszközöket. Itt most éppen 3 eszköz fog nekünk összefogni és hozzá megjelenítést adni. Az első, amit itt meg fogok mutatni, ez a Prometheus. A Prometheus feladata metrikáknak a gyűjtése, agregációja, tárolása rövid távon, illetve képes riasztásokat is kiadni, hogyha mondjuk látjuk, hogy valamilyen metrikák azok eltolódtak nagyon gonosz irányba. Na, és akkor szűrjünk rá a metrikákra, keressük meg a webinár névtérben. Nagyon okosan itt egy csomó metrikát nekünk ki is fog adni egyből. Hát most például keressünk rá arra, hogy mennyi élő szál fut aktuálisan ebben a környezetben, és akkor itt látjuk, most nem csináltam pontos szűrést, 2 különböző idősort kapunk, Prometheus mögött idősoros adatbázis van, látjuk például a sárga itt, ez a DB alkalmazásé, hogy a DB alkalmazás aktuálisan éppen hány szállal működött, a zöld pedig ezúttal az API alkalmazásnak a száma, de egyébként le is tudnék szűrni erre az adott megfelelő szervizre, hogy most melyikre van nekem szükségem. Oké, de mondjuk szeretnék ennél kicsit látványosabb dolgot. Nagyon jó így nézegetni ezeket, de hát szeretnék valami másfajta metrikát, ahol esetleg kicsit össze is szeretnék adni dolgokat. A Prometheus, illetve a Grafana nagyon jó arra, hogy képes, vagy hát most egyelőre inkább a Prometheus használjuk, Prometheus képes agregálni is metrikákat, tehát például ez a metrika meg fogja adni, hogy hány kérés futott be a különböző alkalmazásokhoz. Na most, mivel mindegyik kérés, amit beküldtem, az a három különböző végpontot egyszer-egyszer szólingatta, ezért mindegyik hármat fog mutatni. Mind a zöld, ami jelen esetben ez az API alkalmazásnak a végpontja, a sárga, ami a DB alkalmazásnak az a végpontja, hogy a legutóbbi üzeneteket kérjem le, és a kék, ami pedig azt mondja meg, hogy a DB alkalmazáson, amikor bevittük az új üzenetet, mindegyik háromszor lett elsütve. És akkor például én azt szeretném, csináljunk egy aggregációt, egy összegzést, summarize, mégpedig annak a mentén, hogy melyik alkalmazás hány kérést kapott. És akkor így már is ki fog jönni a különbség, hogy ugye az API alkalmazás az 3 kérést kapott, a DB alkalmazás pedig 6-ot. És a határa csillagos ég, tehát itt nagyon sokféle aggregáció van, időtartományokban való összegzés, tipikus például mondjuk, hogy kérés per másodpercet szeretnék látni, és akkor én ezekből szeretnék egy olyan grafikont rajzolni, hogy ugye azt kell nézni, hogy mennyire mozog ez a grafikon, mennyi extra kérés érkezik be adott idő alatt, és ezt el tudja nekünk végezni a Prometheus. És például ez egy tipikus olyan eset, amire érdemes lehet reagálni, mondjuk automatikus skálázással. Látjuk, hogy beindult a Black Friday, és 500 kérés érkezik itt másodpercenként, el kéne indítani még egy példányt. És akkor ugye ezt meg lehet csinálni kézzel is, de akár lehet automatikusan is. És a többi, tehát határ itt a csillagos ég. Oké, ezek a metrikák. Egy másik világ a naplók. Nyilván a naplókat fontos, hogy figyeljük, olvassuk. Bármikor, hogyha hiba keletkezik, akkor azt itt fogjuk tudni egyszerűen megnézni, hogy vajon mi is történt az adott idő pillanatban. Oké, no, hát szűrjünk. Nem erre, hanem. Így, most a Postgre-nek a naplóira nem vagyok kíváncsi. Látszik, hogy ugye itt özönlenek, vagy hát nem özönlenek, azért olyan sok naplót ne csinál, de ugye jönnek a kis napló események, amiket jelen esetben a Grafana-hoz tartozó Loki eszközzel tárolok. Itt a de facto eszköz általában az ELK-Stack, az Elasticsearch Kibana kombinációja, aminek a felülete egyébként hasonló ehhez. Látni fogjuk, hogy kb. Mennyi kérés érkezett adott időpillanatokban, vagy mennyi napló, és akkor az egyes napló bejegyzésekről mindenféle okosságot ki tudunk olvasni. Például azt is láthatjuk, ugye itt automatikusan labeleket gyártott, például ugye ez a névtér is egy ilyen automatikus beállítás, látjuk, hogy ez mondjuk a standard outról került ide, nem a standard errorról, stb. De föl tud ismerni egyéb mezőket is, ugyanis például ez az alkalmazás jelenleg JSON-ban logol, és a JSON logolás egy, hát most már mondhatnám azt is, hogy gyakorlatilag elengedhetetlen eszköze itt a Cloud Native alkalmazásoknak. Így tudunk strukturáltan naplózni, látunk, vagy hát szépen föl tudjuk sorolni a számunkra releváns dolgokat, például itt a loggernek a neve, a szálnév, milyen szinten naplóztunk, maga az üzenet persze, stb. És egyébként itt egy JSON parsertől föl is ajánl nekünk, hiszen hát látja, hogy JSON-ben van az üzenet. És akkor igazából már korábban is fölparzolta, de így most megint csak látszik, hogy föl lett parzolva. És akkor ez így tök jól látszik. És persze az is, tehát tudunk egyszerűen alkalmazásokra szűrni, a konkrét alkalmazásra. Most ugye nem konkrét alkalmazásra szűrtem, hanem csak a Postgre-t kivettem a szűrésből. De például erre nagyon praktikus, hogy ha két vagy több szerviz kommunikál egymással, hogyha valahogy össze tudom fűzni, hogy ez az adott kérés, ez hogy ment végig, melyik szervizeket érintette, és össze tudom szedni a hozzátartozó napló eseményeket, akkor nagyon szépen láthatom azt, hogy mondjuk, hogyha nyilván valami hibakeresés célból nézzem ezt, akkor láthatom, hogy előtte mi is történt, vagy mi volt a konkrét hiba, hogyan reagáltak rá a többi komponensek, stb. Egy ilyen azonosító tud lenni például ez a Trace ID-nak nevezett kis azonosító. Itt a háttérben most úgy fut az alkalmazás, hogy van egy OpenTelemetry Java Agent is telepítve, és ez automatikusan minden beérkező REST-es kérésre ráagat egy ilyen belső Trace ID-t, hogyha még nem volt, És amikor majd tovább fog hívni az alkalmazás REST-en, akkor ezt ráaggatja a kis kérésre, és a fogadó oldal pedig, ami szintén rendelkezik ezzel az agenttel, látja, hogy ha, van Trace ID, leemeli, és akkor ugyanezzel a Trace ID-val fog tovább menni. És ezzel össze lehet fűzni a kéréseket, és egy több ilyen összefűző tracing eszköz van, legnépszerűbb a Jaeger és a Zipkin. Itt most éppen ismét egy Grafana eszköz használok, a tempót, és például itt most be van állítva, hogy egyből rá tudok ugrani a hozzátartozó tempó nézetre, és akkor itt látszik, hogy mi is történt a háttérben. Beérkezett egy posztkérés az API alkalmazásra, mindenféle okos attribútumot látok, mi volt a HTTP root, milyen hostnévvel jött ez be, stb. Ezt aztán elkezdte földolgozni, elindított egy posztkérést a DB alkalmazás felé, itt látszik az URL, a DB alkalmazás ezt fogadta, ugyanúgy, mint az előbb, az API alkalmazáson láthatunk itt pontokat. Ez az agent, ez okos, ez fölismeri, hogy adatbáziskérés volt, és erre is különböző pontokat tesz. Visszatér az egész, az API alkalmazás ugye elkezdi a hívást a DB alkalmazás felé, és akkor itt is ismét látszik, hogy ugye egy GET kérés érkezett, ez az adatbázisban milyen lekérdezés futatott, stb. Ez nagyon praktikus, főleg nagy microservice architektúránál, ahol egy idő után el lehet veszni abban, hogy egy kérés az mégis milyen szervizeket érintett, ott milyen funkcionalitást hívott, meg milyen kérésekkel, stb. Tehát ezért is hívják ezt ugye nyomkövetésnek, tracingnek. Illetve egy másik tipikus felhasználási eset tud lenni, hogy ez a nagyon szép megjelenítés, ebből látszik az, hogy mi az a művelet, ahol sok idő telik el. Tehát gyakorlatilag szűk keresztmetszeteket lehet keresgélni ezekkel a tracing eszközökkel, hogyha úgy érezzük, hogy a teljesítmény nem kielégítő. Oké. Bálint, én meg vagyok a demóval. Köszi szépen a figyelmet, és hogyha volt kérdés, akkor kérlek, szólj. Volt egy kérdés, az a kérdés az igaz volt, hogy élő a videó, vagy előre felvett videót játszunk le, úgyhogy ha Szilárd itt van még, akkor szólok, hogy ez egy élő beszélgetés. Ha valakinek van kérdése, technikai kérdése Dávidhoz az elhangzottakkal kapcsolatosan, akár az, hogy mit miért pont ezzel a metodikával, vagy szemlélettel csinált, akkor azt szerintem most érdemes még bedobni. És ahogy mondtam a beszélgetés, vagy hát a webinárium elején, hogy Dáviddal közösen készítettünk egy 8 hetes képzést a DevOps-szal kapcsolatosan, ami az itt elhangzottakat sokkal részletesebben kimondja, több tekintetben, nyilván 8 héten keresztül azért sokkal több lehetőség van arra, hogy a DevOps-szal kapcsolatosan... Illetve nyilván ti tudtok megcsinálni ezeket. Ez meg a másik, hogy nyilván a képzés végén, amikor van a vizsgai időszak, akkor az elhangzottakból, meg azból, amit most Dávid mutatott, ti fogtok valami hasonlót alkotni, de azt a vizsga feladatot, meg magát az egészet, azt szerintem most ne lőjük le. Úgyhogy nézzünk is pár gondolatot erről a képzésről, hogy egyrészt hogyan is zajlik ez a képzés Dávid mentorálásával. Minden héten van egy Dávid által előre készített package, amiben különféle akár videós anyagok, írott anyagok találhatóak, ezeket előre megkapjátok, és ezeket fel tudjátok dolgozni minden egyes héten, illetve minden egyes héten vannak különböző konzultációs alkalmak, amikor így élőben, mint ahogy most itt vagyunk, csak ti is, tudtok kérdezni Dávidtól, az esetleges elakadásokat a házi feladatoknál ki tudjátok beszélni, meg tudjátok nézni, hogy mit, hogyan, esetleg milyen más technikával lehet még hatékonyabbá tenni az alkalmazás működését megcsinálni. Ahogy Dávid is utalt rá, több kisebb-nagyobb alkalmazást fogtok elkészíteni, amire Dávid ugye folyamatos visszajelzést ad, illetve a Kubix felületén zajlik maga az oktatás, ahol folyamatosan tudtok kérdezni, és Dávid, amikor csak ideje engedi, akkor válaszol ezekre a felmerült kérdésekre, és a képzés végén van egy gyakorlati vizsga, ami értelemszerűen a képzés során elhangzott ismereteket összefoglalva igényel megoldást. És akkor nézzük is, hogy mi is a képzés célja. Talán erről Dávid, hogyha mondanál pár gondolatot, hogy akkor mi is a végeredmény, a végcél a 8. hét végére. Oké. Tehát ez itt egyébként a honlapról leemelt marketing anyag, tehát én inkább most igyekszem ezt kiegészíteni. Igen, is arra gondoltam. Most improvizált saját gondolatokkal. Tehát a képzés során ezekkel az eszközökkel lehet sokkal mélyebben megismerkedni. Ehhez adok segítséget, támpontot, alkalmazást nem kell fejleszteni, azokat készen kapjátok, vagy konténerizálva, vagy a kódot, amit majd le tudtok fordítani, és ezeket kell konténerizálgatni, betelepíteni Kubernetesbe, stb. És hát ezeket az gyakorlatilag majdnem végigmentem az összes eszközön, amit egyébként ott használunk, vagy megismerkedtek velük. Ezekhez adok támpontot. Tehát maga a képzés egyébként, én fejlesztő vagyok, tehát fejlesztői szemmel készült, emiatt inkább ezeknek az eszközöknek a felhasználása itt ugye az elsőleges cél, de hogyha valaki ennél tovább szeretne menni ilyen DevOps, Engineer, Architect, stb. Irányba, akkor is egy kezdésnek abszolút jó, mert nyilván kell tudni látni, hogy amúgy ezeket az eszközöket hogyan lehet használni. Aztán persze utána egy következő lépés, hogy hát ez nagyon jó, és akkor hogyan tudom telepíteni, üzemeltetni, stb. De abban már én sem vagyok igazán jó. Tehát itt ilyen kicsit összetákolt otthoni környezetek lesznek, ami most erre a kis gyakorlatra abszolút nekünk elég. És igen, illetve ugye van egy kis elméleti kiegészítés, de majd itt mindjárt a tematikát azt úgyis megnézzük. Igen, szerintem ugorjunk is arra rá, tehát hogy 8 héten keresztül zajlik a képzés, és akkor szerintem az előzőre ráfűző minden egyes héthez egy nem tudom, kiegészítést, hogy mi az, ami konkrétan akár a vezetett kódolás, vagy gyakorlattal, vagy akár csak elméleti szinten kerül átadásra. Igen. Az első hét, ez kicsit ilyen bevezető jellegű, itt van a legtöbb elmélet körülbelül, mert itt beszélek a DevOps-ról, felhőről, Cloud Native-ről. Amit itt elmondtam itt egy-egy dián, na az ott sokkal részletesebben van kifejtve ezeknek gyakorlatilag egy-egy fél órában, ha jól emlékszem. Illetve emellett van egy verziókezelés, illetve CI/CD is ebbe van belerakva ebbe az első hétbe. CI/CD itt GitHub Actions segítségével itt kicsit nem túl bonyolult workflow-kkal, de ki lehet majd telepíteni, illetve össze lehet automatikusan buildálni az alkalmazásokat, ezeket fogjuk használni. És hát, hogyha valaki nem használt még Gitet, akkor itt is van egy Git bevezető számukra. Gitet egyébként már nem csak alkalmazásfejlesztéskor, hanem üzemeltetéskor mindenhol használnak gyakorlatilag, tehát hogy ez egy eléggé alap szükséges tudás mostanában. Második héten konténerizálunk ezerrel, itt is elmélet, majd utána gyakorlat, hogyan lehet konténerizálni, mire érdemes figyelni. Aztán pedig elkezdjük a Kubernetes földolgozni. Először csak tényleg Kubernetes alapjai, felépítése ilyen elméleti szinten, utána pedig ezeknek a főbb YAML-öknek a leírása, hogyan tudunk ilyen alapvető leírókat összerakni, és így kitelepíteni egy alkalmazást. Negyedik héten jön az, amikor egy magasabb szinttel dolgozzunk, ez a Customize és a Helm, amikor ugye ezeket összefogjuk, ezeket a leírókat. Ötödik héten és a hatodik héten pedig ezekkel a Cloud Native követelményekkel foglalkozunk. Ötödik héten az alkalmazások teljesítményével, hogy felhőben ez hogy változik. Naplózásnál itt ugye ezt a korábban látott Loki-s megoldás mentén fogunk dolgozni, illetve beszélni arról, hogy amúgy az alkalmazásoknak mit kell tudniuk ahhoz, hogy jó legyen a logging. Ugye itt én most ezt így eldugtam, ez itt már meg volt oldva, és maga a health checking is, hogy hogyan lehet ellenőrizni, hogy egy alkalmazás éle. Hatodik héten pedig a konfigurációkezelés, metrikák, illetve a tracing. Egyrészt az, hogy hogyan lehet az eszközöket használni, másrészt, hogy az alkalmazásoknak miket kell tudniuk, hogy ezek alkalmazkodhassanak az eszközökhöz, tudják olvasni ezeket. A végén pedig egy vizsga, ami épít mindenre, amiről szó volt. Igen, egy vizsga feladat lesz majd, ami minden előzetesen átadott tudást igénybe fog venni, hogy sikeresen abszolváljatok. Úgyhogy, ha bárkinek van kérdése, akár az előzőleg elhangzottakkal, vagy akár a tematikához, akkor azt még most érdemes hozzátenni. Be fogok rakni egy linket a komment szekcióba, úgyhogy ha valaki szeretne komolyabban megismerkedni ezzel a képzéssel, vagy esetleg érdeklődik, akkor ott találtok további információt a képzés indulásának dátumával, további lehetőségekkel, esetleg releváns képzések, hogyha nem teljesen ebbe az irányba szeretnétek elmenni, és akkor ott akár be is tudtok iratkozni, vagy nyilván ott fel tudjátok közvetlenül venni velünk a kapcsolatot, hogyha kérdésetek van a tematikával kapcsolatosan. Jó, ha nincs több kérdés, akkor én szeretném megköszönni mindenkinek a figyelmet, illetve Dávid, neked is nagyon szépen köszönjük a demózást és a prezentációt. Jött is egy kérdés, még ezt akkor gyorsan válaszoljuk meg Dánieltől, hogy van tanulói környezet, vagy saját gépet kell használni. Itt a kérdés kettős érzetű, én azt gondolom, hogy egyrészt kell saját számítógép, de... A másik része az, amire gondoltam, az, hogy a te előre elkészített, keresem a jó szót, anyagokat, amiket ők csak használni fognak, azokat átadod. Igen. Ezt most nem tudtam jól írni. A képzés során, ugye, tehát itt gondolom a Kubernetes clusterre vonatkozik elsősorban a kérdés egyébként, meg a Dockerre. Ezeket saját gépen célszerű csinálni. Van egy limitált pár embert kiszolgálni képes szervergép, amin lehet egyébként játszani, és hogyha valakinek nem alkalmas a gépe erre, ugye ezt a Kubernetes cluster saját gépen futtatni, ez kicsit memóriaigényes, bele lehet futni problémákba. Hogyha valakinek nem alkalmas az eszköze rá, akkor azt lehet használni. Egyébként meg magukat az eszközöket, hogy hogyan lehet kitelepíteni, nyilván abban segítséget adok, tehát azzal nem kell aggódni, itt minden le van előre szkriptelve. Felkészültem elvileg Windowsra is, Linuxra is, macOS-ra is, bár a macOS-es még nem lett kipróbálva. Nem baj, ezt majd a beszélgetés után le tudjuk tesztelni együtt. Illetve jött még egy kérdés, hogy magyarul vagy angolul zajlik a képzés. Ugye a képzésnek az előkövetelménye ugye az angol nyelv alapismerete, ugyanis ez a képzés ezen zajlik Dávid tolmácsolásában. Igen, tehát jó. Minden segédanyag az angolul lesz, de nyilván egyébként velem a kommunikáció mehet magyarul. De ha valaki hardcore, akkor nyugodtan lehet angolul is kérdezni a közösségi chat felületen Dávidtól. Jó, akkor szerintem végigmentünk az összes kérdésen. Jó, akkor én mindjárt berakom ezt a linket ide a komment szekcióba, és akkor még egyszer köszi mindenkinek, aki végighallgatta, nézte velünk ezt a beszélgetést, és Dávid még egyszer köszi az előadásért, és iratkozzatok fel a Qubix YouTube csatornájára, mert jövő héten is, és utána is érkezünk további izgalmas technológiákkal. Úgyhogy még egyszer köszönöm mindenkinek, szép estét, sziasztok! Köszi a figyelmet, sziasztok!